nem ér semmit az egész. Jaj, a kezel! Nagyon jó! Most jó! A 2002-ben alakult, állandó társulattal és alkotótársakkal működő Maladipe Színház úgynevezett független színház. Függetlensége azonban nem csak szervezeti formájának, hanem szellemiségének és a színházról alkotott elképzeléseinek is lényege. Ennek köszönhető, hogy a Maladipe az elmúlt évek során önmagát mindig újrafogalmazni képes társulat maradt, aki új kontextusokba helyezkedve új felismerésekre tett szert, és aki a mindenkori változást a színház csinálás természetes folyamatának tekinti. Tudatosan keresi a színházi terek adta váratlan lehetőségeket, a szabálytalan színészi megoldásokat és azokat a közvetlen nézői reakciókat, melyek mentesek a hagyományos színházi elvárásoktól és klasszikus viselkedésformáktól. A Maladipe Színház rendezője és művészeti vezetője az erdélyi születésű Balázs Zoltán, akivel bukaresti vendégszereplésük alkalmával beszélgettünk. Édesanyám úgy döntött, hogy el akar innen menni az országból, hogy valami lehetőséget biztosítson a gyermekeinek, van egy húgom. Nem nagyon értettem, szóval a dióhéjban összefoglalva egyáltalán nem értettem, hogy miért kell nekem elmenni, amikor 12 éves koromig minden jó, ami történhetett velem, az megvolt, tehát első szerelem, barátság, család, minden. Ugye újra kellett mindent kezdeni, viszont ha már újra kell kezdeni, akkor meg mit veszíthet az ember, hiszen mindent elveszített. És akkor ez a nagyvonalúság, ez a bagányság, ez teljesen meghatározta a következő éveimet, és akkor stoppoltam Európában, mindenfelé, ahová lehetett, elmentem. Tehát rengeteg olyan impulzus szívtam magamban, ami kockázatos volt, ami vagány volt, más volt. És ez a gondolkodásmód, illetve ez a fajta szabadság, ez nagyon erősen találkozott az én eredendő személyiségemmel, és a kettőből így kiforrott aztán egy ilyen, nem is tudom, egy kaland, amit úgy hívnak, hogy színház. De én nem akartam se színész, se rendező lenni, tehát ezt kell tudni. Én bohóc akartam lenni, csak én nemesi családból származom, és a családom nem nagyon örült ennek az ötletnek, hogy az unoka, vagy a gyerek, vagy a fiú, az bohóc akar lenni. Hát ez nem perspektíva. Éppen ezért aztán valahogy a színház szinte természetes volt, hogy ha nem cirkusz, akkor színház. De ha már színház, akkor viszont kockázatos színház, mint a cirkuszban, hogy 10-kor, 3-kor, meg 6-kor igenis kapják el egymást a partnerek. A Maladipére jellemző sajátos színházi nyelv és gondolkodás legfőképpen a koncentrált műhely munkára, az intenzív színészi együttlétre és a közönséggel való folyamatos kommunikációra épít. Ezért fontosnak tartja a színészek elemző és szintetizáló képességének fejlesztését, kifejezésmódjuk mindennapi hangvételét, a rögtönzésekre alapuló színészi játékot, és élénken reagál a nézőkkel közös térben keletkező történetekre is. A belterjességet ezt mindenképpen kerülni akartam már, amikor ez az egész életre kelt. Ezelőtt 10 évvel nem szerettem volna, hogy egy ilyen állandóan egymással beszélgetős, találkozós, együttélős társulat legyen, hanem az a lényeg, hogy a munka kössön össze minket, annak legyen jó íze, legyen tétje, legyen felelőssége, de öröme legyen. És az örömöt a szabadság adja, az, hogy ők el tudnak mozdulni magukban is, meg hozzám képest is, meg ugye egymáshoz képest is. Nagyon fontos volt, hogy a nézőközönséget megtaláljuk, kiépítsük és megerősítsük. Ez azt hiszem sikerült. Elég széles réteg a közönségünk összetétele. Nagyon fontos, hogy legyen egy saját helyünk. Ez lett a Maladipe bázis. Mi bázisnak hívjuk, de igazából egy polgári lakás, 3 nagy szobával. Semmifajta színházi körülmény nincs benne, aminek én nagyon örülök, mert rengeteg színházban dolgoztunk, kicsibe, nagyba, közepesbe, mindenfélebe, és mindig ezek a fekete falak vettek körül, meg a steril lámpaparkok. És itt nincs semmi más, csak fehér falak és nappali fény és különböző utcai zajok, ami csodálatos, mert a színészek azonnal be tudják építeni a játékukba, tehát az élet nem távolodik, hanem közeledik a színházhoz ebben a formában. Azon kívül nagyon fontos volt, hogy a társulat kimozduljon a magyarországi körülmények közül. Egyrészt, mert nehezek az otthoni körülmények, kulturálisan végképp, financiálisan ugye összefüggve ezzel a dologgal. Szorult helyzetben vagyunk, kettő pedig, hogy azt gondolom, hogy a társulat annyit ér, amennyit utazik. És az, hogy nemzetközi placra kikerültünk, és hogy tudunk így
mindenfajta fórumokon tesztelődni és találkozni olyan alkotókkal és csapatokkal, akik hasonlóan gondolkoznak, az egy nagyon komoly tőkéje, szellemi tőkéje az együttesnek. Úgyhogy semmifajta belterjességet nem szeretnénk, viszont igenis fontos, hogy a munka az meg olyan felelősségteljes feladat legyen, ahol te garanciát válasz a másik tehetségért és útjáért. Jó napot, uraim! Már tűkönőbe vártuk. Foglaljanak helyet. Jó napot, asszonyom! De hol van ő, papa? Ihonyi! Szigomadtam, és én pedig testes vagyok. Jó napot, ő, papa! Nyalóka! Üljenetlen embereim! Hadám, ő, mama, mi voltál nekünk ma? Én az étben. Lengyelbe csinált, patkánykarmorát, borjú, csirke, Justin Timberlake, Madonna, Adonim, Pierre Bruce, Komba, Kársa, Csicsóka és Kelvileg Szaharban! Kínai császára kézzel, hogy itt pazarolsz! Szia, szegény! De ugye csöves cselekáltunk! Fúj, de rossz! Nesze! Ez bizony nem valami jó. Ami igaz, az igaz. Menjünk magunkba. Hát mi kéne? Hopp, van egy. Visszajövök sürgősen. Az Übü király Alfred Jarry főműve eredetileg egy renni gimnáziumban írt diákbohózat. Éber úr Jarry fizika tanára lett, az Übü figura magja, belőle teremtett 15 éves fejjel egy világirodalmi alakot. Az olykor ocsmány, hálátlan, gyáva, kabzsi, gyilkos és zsarnok, olykor gyermek ilyen amorális Übüt, akinek az emberiség nagy jellemcsarnokában van a helye. Általa állítja pellengérre egy valószerűtlen, képzeletbeli Lengyelországban az ostoba önként, a közönségességet, a nyárspolgári, bürokratikus hatalmi tébolyt. És bár a darab 1896-ban első, botrányos bemutatásakor még túlzónak tűnt, a történelem később olyan bősz Übüket produkált, akik mellett Jarry Übü papája minden rémséges tette ellenére is elbújhat. Jarry műve szokatlan vegyüléke a tiszta színháznak, a nonsensnek és a mítosznak, apokaliptikus bohóckodás. Az ízvilága, a szókincse Jarrynak az annyira sajátos és annyira merész, hogy ettől nagyon könnyű ugye politikai színházat csinálni belőle. Nekem nem állt szándékomban, fiúknak sem, mert ugye ők játszótársaim ebben. Mi azt szerettük volna, hogy egy bátor, infantilis, valóban négy fiú által eljátszott bohóc tréfa legyen, aminek persze vannak kemény és kegyetlen élei, de ha találkozik a gondolat, és ugye az újságok ebben nagyon sokat segítenek, a napi aktualitással, akkor az csodálatos, de nem erőszakolt szándék. Egyrészt nem lehet, mert annyifajta koncepció született már, annyifajta jó előadás, hogy nem lehet überolni, meg nem is kell. Viszont visszatérni a hagyományokhoz, a gyökerekhez, és újra gondolni, újra rajzolni, újra vágni, az nagyon nagy élvezet. És ehhez kellett négy kockázatos figura, akik a bőrüket a nézők elé kivitték két hónapig, hiszen azért ez sem jellemző a színészekre, hogy mutogatják magukat, hanem ugye csak azt akarják megmutatni, ami már tökéletes. Most ők pont a tökéletlenségüket vállalták föl, és a nézőkkel együtt kínlódták végig ezt a folyamatot. De nagyon jó játék, és a játék az mindennél fontosabb a színházban. Csütörtök óta tűnt.